30. születésnapját köszöntötte a Mensa Hungaricua Székesfehérvár a köfélművelődési házban. A jeles alkalmat ünnepelve első alkalommal rendezték meg az IKU napot. Az egyesület az idén 30 éves Magyarországon. 1993-ban alakult meg Magyarországon a Mensa Hungarica. Ugye ez egy nemzetközi egyesületnek a magyarországi tagszervezete. Én is az alapítók, hát nem az alapítók, de az alapítás évben léptem be az egyesületbe, és én vagyok a fehérvári csoportnak a vezetője, és mint 30 évet menzatag, én szervezem most ezt a rendezvénysorozatot, amivel megpróbáljuk megünnepelni az egyesület 30 éves évfordulóját. A hangulatos találkozón városjárókvíz, logikai játékok, fejtörők vártak minden korosztályra. Kiki bizonyíthatta felkészültségét, kreativitását, egész délután városjárókvíz, logikai játékok, fejtörők vártak minden korosztályra. A nap folyamán pedig előzetes regisztráció után nemzetközileg is elismert intelligencia tesztet is írhattak a versenyzők. Az a tervünk, hogy 10 magyarországi városban, itt elsőként Székesfehérváron, nyílt napokat szervezünk, amikor az intelligenciáról és az egyesületről, tehát a menzáról fogunk előadásokat tartani. Ugye az egyik tagtársunk az kutató, és az intelligenciával foglalkozik, így tudományosan megalapozott információkat tudunk arról adni, hogy jelenlegi ismereteink szerint az intelligencia micsoda, milyen értéknek számít, milyen képesség, és erről fogunk ingyenes előadást tartani itt Székesfehérváron, és ahogy mondtam, még további 9 hely. A találkozó mindenki számára megerősítést adott, hogy kell és érdemes csiszolni kreativitásunkat, annál is inkább, mert az eredményektől függően a résztvevőknek lehetőségük nyílt az egyesület tagságáért folyamodni.